Remélem. Suhanak a szab búzatáblán a kisdorogi aratónapon. Az elmúlt évek hagyományait követve idén is megrendezték ezt a népszerű programot a faluban. Mára már nem csak a település lakosai vesznek részt az eseményen, hanem a környező községekből is érkeznek résztvevők, hogy együtt újra felidézzék a régmúlt idők aratási szokásait. Én bizony még emlékszem arra az időkre, amikor kézzel arattak, arattunk, ugyanis ezelőtt 45-50 esztendővel azok az akkori kombánok nem tudták felszedni a ledőlt gabonát. Édesapám talpra esett ember lévén kivett egy-egy részest a téjezből, és mentek ők. Kaszált, édesanyám markot szedett, én meg a kötelet dobáltam. Majd rá két esztendőre kötöttem, és 15 éves koromban már a kaszát húztam. Kisdorog határában lévő búzamezőn a kijelölt parcellákat kellett a versenyre benevezett csapatoknak learatni, majd a lekaszált gabonát keresztbe rakni. Idén azonban nem csak az aratást, a szerszámokat és a munkavégzés folyamatát pontozta a zsűri, hanem a ruházatot, illetve a reggelire szánt ennivalókat is. A zsűri arra volt kíváncsi, ki mennyire törekszik arra, hogy korhű maradjon. Régen akkor kivitték a hagymát, a szalonnát, esetleg kolbászt, akinek volt még kolbásza, mert ilyenkor már a szalonna is megolvad, de azt lehetett akár a zsírját is fölszedni, és a kenyér, és a pálinka. Tehát bort nem is vittek ki, hanem volt arató pálinka. Az arató pálinka, az azért volt arató pálinka, az nem 50 vagy 51 fokos volt, hanem azt egy kicsit mindig fölhígították vízzel. A szervezőknek az aratónappal az is célja, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy megismerjék a régi szokásokat, hagyományokat, és ha máskor nem is, legalább ezen a napon kipróbálhassák, milyen is volt annak idején egy kéziszerszámmal betakarítani a kenyérnek szánt gabonát.